Július második felében mentünk Földvárra. Szabadsága itt emlékezetem szerint a Sólyom Lászlóék és a Révai Kálmánék voltak pontosan ebbe az időbe. Úgyhogy együtt nyaraltunk. Megvolt már a Rajk és társairól szóló közlemény, tehát az, hogy a trockisták imperializmus roham csapatával, és így tovább ugye szőtték az összeesküvést, és ebbe hát benne van ugye Pálffy. Egyik nap oda jön a Révai Kálmán. Hát mondd meg nekem, Pali, mi történhetett? Te el tudtad volna ezt képzelni a Gyurkáról? Hát azt, hogy az én számomra ez egy olyan megdöbbentő dolog, hogy a Gyurka ilyen dolgokban benne van. Hát én soha nem tapasztaltam semmit. Most te mit láttál? És akkor szedett elő ilyen apró dolgokat, szóval hogy rezdült meg a szeme, nem tudom, ekkor vagy akkor. Tulajdonképpen nem tudom, hogy velem akart-e beszélni. Ő magával akart. Sokkal inkább. Szóval azt tisztázni, hogy hogy lehet az, hogy ő Révai Kálmán, aki Pálffyval ugye kapcsolatban van, szoros kapcsolatban, legalábbis 5 éve. Hát azért tudjuk azt, hogy a Révai Kálmánnak tényleg volt szerepe az ellenállási mozgalomban. Ő hozott össze illegális találkozót, ahol ő tudta, hogy ki a Pálffy. Utána ugye fönnmarad ez a jó viszony, Révai kommunista tiszt lesz, legalábbis a munkába, szolgálatba igen gyakran összefutnak az utak. A Révai Pálffytól kapja a legtöbb irányítást, amikor parancsőrtiszt, tehát Pálffy a párt a Révai szemébe, és hogy Révai Kálmán a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb önmarcangolással kereste azt, nem kételkedve egy percig se abba, hogy az, ami tudott, az igaz is, hogy hogy lehet az, hogy minket a Gyurka így félrevezetett. Pálffynak a letartóztatása után volt, amikor a Révai Kálmán engem egyszer meghívott hétvégén, hogy menjünk le Balaton lellére. Igen. Menjünk le a Jókáz negyet, és oda megyünk. Sólyom László ott van, Kálmán, azt mondja, akkor megyünk. És akkor beültünk egy kalózba, vagy mit tudom, egy ilyen kis szépbe. Én hátul ott a farkánál voltam, és ők pedig ott el. És mentünk. Egyszer csak azt veszem észre, hogy hát itt a Pálffyról van szó, és hát elég csúnya hangon, a Kálmán is mondja, hogy mert egy korrupt is volt, mert bőrkabátokat csináltatott meg. Mit tudom, meg ilyentől minden kitelik, és a többi, és a többi. Én megmondom, nem szóltam bele, mert én annyira megvoltam döbbenve, politikával foglalkoztam, de volt bennem szemérem akkor is, meg ilyen valamilyen régi nevelés, hogy hát a halottba nem rúgnak be, vagy micsoda, és különösen ezek az emberek, akik hát barátai voltak. Vajon miért mondták ők ezt előtte? Azért, hogy mert tudták, hogy én pártitkár voltam, meg mit tudom, hogy előttem érzékeljék, hogy ők elhatárolják magukat ettől az embertől, vagy hogy ezzel üzenni akartak, vagy valamit. Nem tudom, hogy szitták, meg beszéltek róla, és egyszer a Sólyom László azt mondja nekem, mert látta, hogy én nem szólok semmi, és azt mondja nekem, hogy te, én benned azt szerettem, hogy nem voltál a Pálffy embere. Ezt mondta nekem. Mondtam neki, hogy általában egy bajtás, vagy elvtárs. Én nem voltam se az övé, se a magáé, én a pártnak az embere vagyok. Erre ő azt mondta, ez egy nagyon tisztességes álláspont, helyes. Ezzel a téma be volt fejező. Új szellemnek megfelelően szokásba jött a hadseregen belül, hogy az üdülőkbe, az üdülés alatt épp úgy kellett politikai foglalkozásokat tartani, heti szeminárium, előadás, mintha szolgálat lenne.
és Petőfi halálának a 100. évfordulója alkalmából a megemlékezést én tartsam, ezt Sólyom László és Évai Kálmán kérték. Hát ezt ilyen alapon ment, hogy Pali, csináld meg. Egész véletlenül leírtam az akkori beszédemet. Én jellemzésül ebből egy bekezdést mondanék, mert ha nem ezt mondanám, akkor nem igazat mondanék. Petőfi ügyén, ha úgy tetszik, azt mondottam, hogy kérlelhetetlenül gyűlöljük a haladás, a szabadság minden ellenségét, a háborús uszítókat, a népek dühött ellenségeit, az imperialistákat, és utálattal, megvetésteli gyűlölettel fordulunk azok ügynökei, a belső bitangok, a dolgozó nép esküdt ellenzékei, a szocializmus árulói, a rajkféle aljas árulók a trockisták ellen. Felszámoljuk az árulók, kémek, gyilkosok és kártevők bandáját, hogy még írmagja sem maradjon sorainkban az árulásnak. Így válunk méltóvá ahhoz, hogy Petőfi örököseinek tekintsük magunkat. Én most nem akarok itt tovább cifrázni, hogy a Pálfi neve nem hangzik el ebbe, vagy elhangzik, nem hangzik el. De ez utólagos magyarázkodás lenne. Amit ebben kapcsolatban megemlítenék, az az, hogy mikor ennek vége, hát szokásos taps, be van fejezve, vagy befejezzük, Sólyom odajön, ami nem volt szokása általában, és nem tudom, hogy hányszor fordult elő, szóval az egész idő alatt, odajön, és nagyon meleg készfogással gratulál, hogy ez egy igazán idevaló nagyszerű beszéd volt. Amiből csak egy tanúságot tudok lefonni, hogy pontosan úgy meg volt győződve a Rajk és társai ügy igazáról, mint ahogy én is. Na most ez az, ami engem borzasztóan zavart. Közvetlen barát, és most igazán nem vagyok hajlandó nevet mondani. Úgy beszéltek a Pálfiról, hát ilyen ravasz volt ez a Gyurka, hogy kém volt, és még előttünk is eltitkolta, el tudta titkolni. Ez engem megrendített, mert én abszolút biztos voltam. Egyszer a Farkas Mihály évvel később egy nagyon érdekes körülmény volt, azt hiszem, hogy tervük volt, hogy előléptetnek. És behivatott, hogy egy ilyen utolsó lekáderezést csináljon. És azt mondja, hát maga testi-lelki jó barátja volt a Pálfinak. Miért nem jelentette a pártnak, hogy ez egy áruló? És én akkor pontosan átszaladt az agyamon, most mit kell mondani. Itt egy bolsevista agy azt mondta volna, hogy szánom, bánom, igen, nem voltam éber, ez egy gazember, és így tovább, de a jövőben nem ússza meg senki. Én ehhez azt mondtam, kérem, ha én akkor végignéztem volna a honvédség tábornokain, és valaki azt mondta, hogy egy közülük kém, és háromszor végmentem volna, egy alkalommal sem mutattam volna Pálfira, mert olyan biztos voltam benne, hogy ő nem lehet kém, és erre kirúgott. Addig ezért neki mandulát evett mindig a Farkas, mandulát adott, és nem tudom, és azonnal kirúgott. Az előttetés elmaradt. Hozzá közel álló emberek egész sorra felszólalt, támogatta a letartóztatást, ami nekünk fiatal tiszteknek nagyon furcsa volt, mert azelőtt mindig együtt voltak, ugye. De hogy említse meg például Király Bélának az esetét? Király Béla, ugye délceg ezredesünk akkor még, hát szinte szájtépő módon magából kikelve pocskondiázta Pálfit, vádolta őt erkölcstelenségekkel és különféle dolgok eltulajdonításával. Pedig Pálfit mi jellemes embernek és egyenes embernek ismertük meg, melegszívű embernek ismertük meg. Itt meg, amit csak el lehet képzelni, mindent szórták rá a rágalmakat. És ez lehet, hogy nagyon tetszett Farkas Mihályéknak. Pálfi letartóztatásával kapcsolatos aktív értekezeten, úgy emlékszem, Sólyom László is részt vett, ott ült az elnökségbe. Nem emlékszem, hogy ő hozzászólt volna, de emlékszem, hogy ő is ott volt. Több felszólaló, nagyon súlyos ítéletet mondott. Például azt hiszem, többek között a Király Béla. Az a Király Béla, akit egyébként aztán később teljesen, hogy mondjam, legálisan, tehát nem koncepciózás alapján kémkedésére elítéltek. Aztán aki 56-ban így szervezte az ellenforradalmat. Hát a Szücs Miklósnak a szerepe a honvédségben és a háború után
nem volt mindig olyan, amivel teljesen egyetértettem volna. Vagyok jól győződve, hogy ez az interjú, ez egy kísérlet volt arra, hogy egy martír, egy vétlen, akinek egy társa volt, hogy azok között valami szakadékot képezzen. De ha ez volt a Szűcs Miklósnak a szándéka, akkor meg tudom neki üzenni, hogy nem volt sikeres. A felháborodás moraja zúgott végig a termen, amikor Király ezredes a honvédség volt felügyelőjének erkölcstelen életéről számolt be, és arról szólt, hogy az árulók olyannak képzelték magukat, akik mindent tehetnek, akiknek minden szabad, akikkel szemben minden más ember alárendelt és alávaló. Megállapította, hogy az összeesküvő kémbanda között egyetlen munkás vagy dolgozó paraszt sincs. Ez távolról sem jelenti azt, hogy az értelmiség volna az ellenség, mondotta. Az összeesküvő kémbanda tagjait nem lehet értelmiséginek tekinteni, hanem jellemtelen és erkölcstelen embereknek, akiket a hazához, a néphez semmilyen szál nem kapcsol. Az összeesküvők el akarták szakítani országunkat a Szovjetuniótól. Ez a tervük azonban egyszer s mindenkorra meghiúsult, és a ragaszkodás, a hűség még fokozottabb lesz a szabadság szerető népek vezető országa a Szovjetunió, és nagy tanítónk Sztálin iránt, mint eddig. Mondott a beszéde befejező részében Király ezredes. Most ez volt az az aktív, az, ami nekem kellett elnökül, nem ez volt? Én voltam az ezredes, és szidnom kellett Pálfit. Hát szóval, mea culpa, de most ebben a helyzetben az ember oda kiáll azzal, hogy éljen Pálfi, hát ez egy teljesen irracionális dolog volt. Ez volt az egy vagy kettő eset, amikor ilyen dolgot kellett csinálni, igazán mondjuk nem életem fénypontja, nagyon sajnálom, de hát azt hiszem, hogy a beszéd elő is készített a politikai osztály, amit nekem ott fel kellett olvasni. Ennek ellenére nem, ott az igazi emberi magatartás lett volna, az ember azt mondja, hogy végeztem, akkor másnap én becsaptak volna szintén a Pálfi ügybe, ugye, mert akkor a Pálfi még élt, hát ítéljen az, akinek megvan erre. Volt egy párt aktíva értekezlet, egy összevont taggyűlés a Kossuth Akadémián, amelynek az előadója Sólyom László volt. Én voltam talán az egyik első vagy a legelső párttitkár, akit a Rajk letartóztatása után leváltottak, tudván az, hogy mint volt népi kollégistának személyes ismerettségem és kapcsolatom volt Rajk Lászlóval, és erre jött azután ez a bizonyos aktíva, ahol Sólyom nyilván a párt által, a központi vezetőség által, vagy a Honvédelmi Minisztérium pártbizottsága által kijelölt előadó volt, és hát elmondta lényegében, nagyon hétköznapiasan hangzik talán, a brosúrát, vagyis azt, amit akkor a Szabad Népben lehetett olvasni, és amit akkor a Sztálinnak a trockista és egyéb kétkulacsosok ellen mondott beszédéből amúgy is ismertünk, és hát Sólyom László ezeket a dolgokat tudta elmondani, hogy ezek a lehető legsötétebb gazemberek, és árulók és jugoszláv zsoldban vannak, végső soron az amerikai impesták zsoldjában. Bárkit jelöltek volna ki, ha nem is szó szerint, de lényegében bárki ugyanezt mondta volna el a központi útmutatás irányelvek alapján. A hazaáruló kémek vallomásából megtudtuk azt, hogy a vádlottak kivétel nélkül gyűlölték a Szovjetuniót és a pártot. Gyűlölték és meg akarták ölni pártunk és népünk vezetőit, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály elvtársakat. Féktelenül gyűlölték a munkásosztályt. Büszke és gőgös magaviselet, képmutató megjelenés, behizelgő gerinctelen viszony felfelé, kegyetlen, gyűlöletes magatartás a dolgozók, a pártagok felé. Aki nem a munkásosztály, a dolgozók körében keresi a barátait és társaságát, az nem szereti a dolgozókat. Aki a nyugati művészetet a szovjet művészet fölé helyezi, aki az angol futballnak hódol és nem érti meg a szovjet sport magasabb rendűségét, aki a Szovjetunió irodalmát unalmasnak tartja, vagy egyszerűen el sem olvassa azt, aki a szovjet színdarabokat nem nézi meg, az nem szereti a Szovjetuniót, és aki nem szereti a Szovjetuniót, az nem viszonylik jól a párthoz, az egész magyar néphez. Aki társaságában, magánbeszélgetéseiben nem a szocialista embertípust, a szovjet népet tekinti követendő példának, az vagy tudatlan, és akkor föl kell világosítanunk, és meg kell győznünk, vagy tudatos ellenség, és akkor le kell lepleznünk, és meg kell semmisítenünk. Hát ugye a véleményem az, hogy ezt a szöveget, amit ön itt most idézett,
Nem azért, hogy magamat mentsem, de az biztos, hogy én sose nem mondtam el. Tehát ez nem igaz. Ugyanis ugye ott léztettek a néphadsereg riporterei, meg illetékes politikai apparátusa is, ő olyan fogalmazott, ami neki megfelelt is volt. Én nem azt mondom, hogy én akkor nem a központi vezetőség és a pártnak a hivatalos álláspontját képviseltem, azt képviseltem, és ebben nyilván, ha feladatot adták, hogy én nekem kell megtartani a referátumot, megtartottam, és bizonyára ott nem dicsimuszt kellett róluk mondani, és elítélő magatartást tanúsítottam, de ezt a hangnemet én soha az életemben nem tudtam használni. Hozzám hasonlóan sok fiatal tiszt, eleinte úgy nagyon ingadozó, nem nagyon hittük el ezeket a dolgokat. És én magam is, amit sajnálok, de akkor ugye miután jöttek ezek a mindenféle párthatározatok, egy-egy írásomban bizony bekerült az, hogy Pálfiék árulása. Eleinte egy szörnyű megrázkódtatás, mert minket szeretett Pálfi és nevelt. Tehát nem tudtuk róla elképzelni ezt a dolgot. Később a saját vallomása, akkor a politikusok és az írók, költők, akik írták ezeket a Pálfi és Rajperrel kapcsolatos írományokat is. Boldizsár Iván például. Hagyjuk ki, nem ezt. Ez nem. Nekem más, ezt nem akarom említeni. Nem kell. Nem kell ezt. Én magamra elmondhatom, hogy írtam, és sajnálom is, ugye, de nem akarom megnevezni azokat az írókat. De azoknak az úgynevezett okos embereknek a cikkei és publikációi hatását tudomásul vettük, és aztán az élet rohan, megy, és akkor egyszerűen ezt levettük napirendről. A dolog ott kezdődött, hogy egy rendkívüli taggyűlést hívtak össze. Természetesen néhány felkészített hozzászólóval, és ezen ismertették a Rajper dolgait. Hozzáteszem, hogy a katonai filmhíradó kivonult erre a taggyűlésre, erre a mi rendkívüli taggyűlésünkre, és az egészet felvette. Fogalmunk sem volt, hogy miért történt, miért idejöttek, miért hozzánk jöttek. Megtörtént, természetesen a század egyöntetűen elítélte az összeesküvő társaságot. Tehát mit is tehetett volna mást, különben is senki más nem kapott szót, mint azok, akik előre fel lettek készítve, és hát értelemszerű, hogy csak elítélően nyilatkozhattak. Hozzáteszem egyébként, hogy a vallomások olyannyira meggyőzőek voltak, hogy legfeljebb az ember csak megdöbbent, hogy ezek az emberek, akik az életüket tették fel a mozgalom ügyének, olyasmit bevallanak, ami hát az egész életüknek ellent mond. Ezen ugyan megdöbbentünk, meglepődtünk, de el kellett hinni, mert végső soron a saját szájukból hallottuk a legmegdöbbentőbb vallomásokat. Annyi bűnt vállaltak magukra, hogy hinni kellett. Pálfi vallomása valahogy úgy hangzik, hogy ugye Pálfi mi az eredeti neve, Ösztereichel, és akkor Pálfi azt mondja, hogy apám bankigazgató volt, nagyapám kulák. Ezt nem kérdezték, hogy a nagyapja kulák volt, vagy nem volt kulák. És abban a pillanatban a feleségem az fölugott, és azt mondja, hogy az egészből egy szó nem igaz, amit elhangzik. Azt mondja, ez nem létezik. Nem értem, de hát az se létezik, hogy valaki itt valljon, hogy ezt csináltam, azt csináltam, hát... Szóval ez egy asszonyi megérzés volt, nem több, és hozzáteszem azt, hogy mi nagyon jobban voltunk a Pálfival, de kettőnk közül, a feleségem és én közöttem, én voltam a Pálfival, tól jobban, hát szabad ezt mondani, elbűvölve.
vagy a hatása alatt, ő függetlenebb volt ettől. És érdekes módon erre a mondatra reagálta azt, hogy az egész nem igaz. A későbbiek során tudtuk aztán meg, hogy miért voltunk mi kiszemelve erre a taggyűlésre, hiszen egy alkalommal a század parancsnok különböző érdekes, furcsa gyakorlatokat mutatott be nekünk. Ilyen még nem volt az alaki szabályzatban, azt hiszem akkor ezt frissen vették át a szovjet alaki szabályzatból. Különböző négyszögekbe kellett állnunk, később aztán megmondták, hogy ez kivégző négyszög, és ennek a kivégző négyszögnek így és így kell mozognia, nyitódnia, záródnia, vonulnia, állnia. És hát ezt gyakoroltuk az udvaron. Én akkor bármilyen furcsán hangzik, én elhittem a per lényegét. Bizonyos dolgokat nem értettem, ezt hozzá kell tenni, de ezek részben nagyon szubjektívek voltak. Mert amikor Pálffy azt mondta, hogy kézbe tartotta a pártszervezetet a Kappolon, és azt csinált vele, amit akart. Mondom, hát én voltam a pártitkár, és ez nem igaz. A Pálffy egy hallatlan, pártszerű ember volt. Ez ellentétben áll avval, ami a vallomásban elhangzott. De őszintén megmondom, én meg voltam sértődve. Hát miért mond a Pálffy olyat, hogy ő, mint a pártszervezet elnöke, azt csinált, amit akart, forgatott ide meg oda. De idáig jutottam, hogy megsértődtem rajta, hogy miért mondja ezt. Nem odáig, hogy ez mind hamis és kitalált. Világossá vált előttem, hogy ebből egy büdös szó nem igaz, viszont azt is tudtam, hogy ebbe bele fog pusztulni. Szóval némi fellélegzés is a vágyatok alapján, mert addig még gondolhattam azt, hogy valamit mégis elkövethetett, ami nem harmonizál a párt elgondolásával, de amint az újságban megjelent a vádirat, ez egyértelmű volt számomra, hogy ennek semmi, de semmi alapja nincs. Én, ha jól emlékszem, ez valamikor szeptemberben kezdődött. Nem volt ítélet még, de mi már folytattuk természetesen a gyakorlatokat. Később, amikor közölték velünk, hogy kivégzésre fogunk menni, akkor villant belénk, hogy te Szent Isten, milyen kivégzésre kerülhet sor, hisz más nincs, mint akikről tudunk, mint a Rajk per vádlottjai, akiknek az ítélethirdetése megtörtént, de hát végül is kegyelmi kérvényt adtak be. Honnan tudhatják ilyen biztosan, hogy ez a kegyelmi kérvényen lesz utasítva? Bár nekem jó néhány vezetővel kapcsolatban személyes tapasztalatom volt a Révai Kálmán, a Porfi Gyurkával, Pálffy Györggyel kapcsolatban is, stb. Én nem tudtam elképzelni, tehát tudja, az úgy van az ember, hogy amit ott állítottak, az már olyan magas dolog, hogy egy ilyen embernek az esze meg a tudása az nem fér hozzá. Lehet nekem az megjegyezni, nem tudta, nem feltételeztem róla, és én soha ilyet, vagy valami nem tapasztaltam nála, én bíztam benne, szerettem, stb. De akkor mondjuk nem, én utólag sem mondom, hogy azok közé által, hogy azt mondták, hogy hely, ez nem igaz. Később, amikor jöttek már más események, utána, akkor már tudtam, hogy sajnos ez egy iskola, ez volt az első nagy lecke, és utána ez következett. Ezt tudom mondani. És időközben mind jobban meggyőződtem arról, hogy... De ez nem csak a régi tiszteket sújtotta, mint maga tudja, nagyon derék, régi munkásokat, kommunistákat és nem tudom kiket is sújtott. Nem kellett feltétlenül igaznak lennie azoknak a vádaknak, mert itt egy magasabb cél szülte ezeket a vádakat is. Természetesen minden egyes letartóztatás, minden egyes őrizetbevétel, ami hát egymagában még természetesen nem jelentette azt, hogy ezt az embert ki is fogják végezni, ugye? De rendkívüli mértékben megdöbbentett, és tulajdonképpen
hát az ember önző lény. A saját maga személyére gondolt, hogy mikor kerül sor. A dr. Janikovszky Béla ezredes vallomásában azt mondja, idézem, Pál fia letartóztatása után 48 órán belül bántalmazás nélkül az összes feltett kérdésre beismerő vallomást tett, elismerte kémtevékenységét, és elismerte, hogy Rajkkal együtt szervezkedett a rendszer ellen. Erre kérdésre nincs magyarázat. Ma még nincs, ma lehet, hogy nem is lesz. Mert hogy azt a 100 vagy nem tudom hány napot, ami Pálfit az államvédelemnek és Bjelkinéknek a vasmarkába tartott, hogy mi játszódott ott le, ezt nem tudjuk. Erről senki nem tud mégsem. Nem tudjuk. De hogy a személyiségüket megtörték, hogy nem azok voltak, akik, az biztos. Én megmondom őszintén, én a Rajkügyben találkoztam életemben először, és megdöbbentem, hiszen a nácizmus rémtetei alig múltak el 3,5 évvel, és amikor megkérdeztem, hogy miért van szükség fizikai kényszerre, azt mondták, hogy ez minden ilyen szerv alkalmas, a leleplezett, de meg nem tört ellenség, hogy mondjam, teljes lefegyverzésére. Én úgy tudom, hogy általában ezek a megverések elsősorban iszonyú talpalásokból álltak, de én van tudomásom arról, hogy például a nemi szerveket is verték, én most amitről én tudok. Nyilvánosság előtt a saját fejükre olvasni olyan bűnöket, amiket nem követtek el, hát ez egy iszonyatos szerepkör volt, de mindenki eljátszott, és nem csak Magyarországon, hanem ma már tudjuk, hogy Szovjetuniónak van ebben hagyománya volt. Pálfi Györggyel a Zrínyi utcában találkoztam utoljára. Én a másik oldalon mentem, aztán éppen a Fórum klubba. Ő autójába szállt be, és átkiabált hozzám, ő vett engem észre. Aztán átszaladtam hozzá. Nagyon sietett valahova, hogyha csak pár szót váltottunk, aztán eltűnt, többet már nem láttam. A sajtóban elég sok hangzik el a Barcsnak a nagyon sötét szerepéről. Hát ülnök volt a tárgyaláson, aláírta halálos ítéletet, most azzal védekezik. Na de hát ezek a Rajk meg Pálfi, hát ugye ezeknek is voltak hát korábbi bűnei. Amikor a Rajk már befejeződött, ugye, akkor Pálfiékat átadták a katonai bíróságnak. A Pálfi pert a katonai bíróság folytatta le, ha jól emlékszem, még a Margit Költi fogházban, amikor állt a Margit Költi fogház. Nos, tehát mi gyakorlatoztunk, és végül is mi ránk jutott a választás, hogy mi alkotjuk majd a kivégző négyszöget volt, miközben a többiek tartósan azt gyakorolták, hogy háromsoros vonalban tartósan lábhoz tett fegyverrel állnak, pihenyállásban, órákon keresztül. Hát nyilván edződniük kellett ahhoz, amit majd végig kellett nézniük, szenvedniük. A budapesti katonai bíróság elnöke, dr. Jágor Iván, a legfőbb ügyészség előtt, majd a legfelsőbb bíróság előtt tett tanulmállomása szerint, október 24-ét megelőzően született Pálfinak egy vallomása, amely nem csak Sólyom Lászlóra, hanem másokra is terhelő, sőt olyanokra is, akik ellen később semmiféle intézkedés, ilyen jellegű büntető intézkedés nem történt. Jábor azt mondja tanúvállomásában, hogy a Farkas Mihály átadott a tárgyalás előtt neki két Pálfi vallomást. Az egyik szerint Pálfi vallja, hogy Sólyom, Beleznai, Porfili tábornokok szinten részt vettek az összeesküvésben. Farkast figyelmeztetett, ezek a nevek ne szerepeljenek a tárgyaláson, ezekben az emberekben egyelőre bízunk, valószínű, hogy meg lehet őket nyerni. A Pálfi ügyben a eligazítója a bíróságnak Nógrádi Sándor altábornagy, és ő igazítja el például az ülnökként résztvevő Révész Gézát arra, hogy hány ítéletet kell hozni, halálos ítéletet, és kimondják, hogy négyet, nem akarom felsorolni, ismert, hogy ki ez a Pálfi, Korondi, Németh Dezső és a Horváth Otto, igen. És ugyanakkor az a döbbenetes, hogy a Pálfi ügyben a
igazságügyi főcsoport főnökséget feletti felügyeletet Révész Géza altábornok gyakorolja, tehát amikor a kegyelmi kérvényt fölterjeszti Farkas Mihálynak, mint honvédelmi miniszter, akinek az útján kerül el az elnöki tanácshoz, akkor a Révész Géza aláírása szerepel rajta, hogy elutasítandó a kegyelmi kérdés. Meg volt a per, aminek a végén aztán a katonákat elkülönítették, és azok mentek egy hadbírósághoz, és a hadbíróság ítélt el, és arról csináltak egy film. És összem azt az Erkel Színházban vagy valahol széles körben tiszt, hadseregtisztikára nagy számú tisztjének bemutatták ezt a filmet, én is láttam. Én nem láttam a filmet, szándékosan nem láttam, mert nem voltam már kíváncsi, vagy elkerültem a megnézését, de pontosan tudom, hogy mi volt és hogy volt. Azt avval a céllal mutatták már be a hadseregbe, hogy íme az árulók, és ezzel a Jugoszlávia elleni harci hangulatot kívánták emelni. Hát a film azzal kezdődött, hogy Pálffy odaállt a mikrofon elé, megfogta a kezébe, mint egy rádióriporter, és elkezdte mondani, hogy én polgári családból származom. Ezt a rendszert egész életemben utáltam, gyűlöltem, amikor csak lehetett a rendszer ellen tettem, és így tovább. Szóval az ember úgy érezte, hogy ez egy, vagy egy cirkusz, vagy pedig egy olyan gonosztevővel áll szembe, aki eddig becsapta az összes munkatársát, barátját, mindenkit. Így indultunk el egy kora reggeli órán. Akkor már szinte tudtuk, biztosak voltunk benne, hogy hova kell menni. A dióverőnkkel, ez az első világháború szuranyos orosz puska. Hát ugye ott azonnal megalakult egyszer az oszlop a fal mellett, szemben a fegyházzal, a fegyház ablakaival, másszor pedig megalakult a kivégző négyszög. Ott volt előttünk három bitófa, és megjelentek utána a kivezényelt, megjelent a kivezényelt nézősereg. Civilek, katonák. Az igazat megvalva összesen egyetlen egy embert ismertem fel közülük, a nagy bajuszáról, markáns, kimagasló alakjáról, Révai Kálmán vezérőrnagyot, aki a legfelső parancsnok szerepét töltötte be, neki jelentettek, ő adta az utasításokat, a parancsokat a különböző mozzanatok végrehajtására. Az én tudomásom szerint ez volt az egyetlen katonai kivégzés is, amit még ilyen régi formákban vállap és lampasz letépés és négyszög és én nem tudom mi minden. A tragédia ugye az, hogy ugyanaz a Révai Kálmán vezényelte ezt a kivégzést, aki előtte nem sokkal még kétségek között volt. Beleértve azt, hogy ott állnak összes kitüntetéssel, mint itt, és letépik a kitüntetés, letépik a rendfogat, letépik a vörös lampaszt a nadrágról, és akkor viszik és akasztják. És végül Pálffy Györgyöt vezettük az asztalhoz. Keményen tartotta magát. Nem is tudom, talán a megdöbbenés tükröződött az egész magatartásán. Semmi rettegés nem látszott rajta. Az megdöbbent tudomásul vétele az eseményeknek. Ugyanez a magatartása volt végig, amikor egészen addig, amíg a hóhér átvette és a kötelet a nyakába tette és végrehajtotta a kivégzést. Nem szólt, nem tiltakozott, beletörődve és megdöbbenve tudomásul vette, hogy milyen sors vár rá.
Ez ugyanaz volt, mikor Hitler ugyanezt csinálta azokkal a tábornokokkal, akik 44 nyarán összeesküdtek, és aztán hushorogra akasztották, és ezt is meg kellett nézni a tisztikának. Hitlert másolta az a társaság, az a Rákosi társaság, hogy meg kellett nézni, hogyan akasztják a Rákosit. Hitleren kívül nem tudok senkit, aki ilyent csinált volna. Ilku Pali mesélte nekem, sok év után meghívta a Farkas ebédre. Ebéd után a Farkas a házi vetítőjébe levetítette a kivégzésről készült filmet. Na, ezt mesélte akkor az Ilku Pali, hogy a Farkas őt figyelte, nem a filmet nézte, hanem őt figyelte, hogy hát milyen rezdüléseket lát az arcán. Hát elmondta azt, hogy utána érdeklődött, és a filmintézettől mondták, hogy jelentették neki, hogy ez rendszeresen fordul elő, hogy ezt a filmet a Farkas a lakásába viteti, és ott vetíteti. Nem tudok erről a filmről, elő is csak olvastam, hogy Farkasnak kedvenc szórakozása volt, hogy a lakásán ezt a filmet vetítette, ezt is Kornis Pali könyvéből tudom. Én a filmet nem láttam. Akkor kint voltam már avatásom után a sövényházai táborban. Ott láttam először azt a filmet, ami a kivégzésről készült, ami egy látszik, hogy komolyan megkonstruált, megkomponált forgatókönyv alapján állt össze, amiben benne volt, és tulajdonképpen szinte ezzel kezdődött, az a mi bizonyos taggyűlésünk, amelyet a Katonai Filmstúdió felvett, amelyiken mi magunk szerepeltünk, mi magunk ítéltük el az összeesküvőket, a mi taggyűlésünk, és utána ugye látszott, hogy ugyanezek az emberek, akik elítélték, vesznek részt a bűnösök kivégzésén, megbüntetésének az utolsó aktusán. Hát megdöbbentő volt nézni ezt a filmet, és végig gondolni, hogy tulajdonképpen hogy konstruálták, hogy alkották meg az egész propagandáját még e tekintetben is. Egykori bajtársam elmondta, hogy ő abban az időben Ilku Sztáv segédtisztje volt, és a forgatókönyvet személyesen Ilku Sztáv, aki akkor nevelési személyügyi csoportfőnök volt, ha jól emlékszem, készítette el. Így tudtam meg, hogy Ilku Sztáv, aki egy későbbi per hasonló áldozata lett, készítette a film forgatókönyvét. Páti György kivégzéséről Recsken az inkvizíció táborban értesültem munka közben egy rabtársamtól, aki azt megelőzően rendőrtiszt volt. És megrökönyödve hallom ezt, és akkor hát valami érzés mégiscsak erőt vesz rajtam, és úgy vélem, hogy ez az ember, ha kivégezték most, akkor nyilván nem feleltet meg annak a szélső baloldali pártnak, amelyben meg tagja volt. Ha nem felelt meg, akkor nyilván valamit el kellett kövessen, ami talán még valami fűződött a múlthoz, és talán egy olyan nemzeti, tehát irányú hadsereg fejlesztésében akart valamit csinálni, amik már ez a párt nem tartott helyesnek. Hát ez volt az érzése, ugye? Többek között ez a társam elmondta azt is, hogy ő őrparancsnok volt abban az időben, ahol kivégezték, azt hiszem a Margit körúton, és említette, hogy a folyosón látta Pálfi ősztrájket, abszolút nyugodtan, és ott cigarettázott, és csak Pálfi úgy tudta, hogy ő nem lesz kivégezve. Tehát ez a ceremónia lejátszódik, de akasztófa alatt,
amnestiát hirdetnek, és hát akkor nyilván lehet, hogy először börtönbüntetésre változtatják meg, aztán enyhítik. Szóval úgy véltem, hogy hát itt egy színjáték van csupán, és nem kerül sor arra, ami megtörtént. Ő azt hiszem a börtön élete 7. hetétől kezdve hetenként egy levelet írt, amit ávosok hoztak, jelenlétükbe kellett elolvasni, visszavitték. Ezek a levelek valóban azt sugallták, mintha ő hitt volna az életbe maradásának, de én szerintem ezeket diktálták neki, ezeket a leveleket manipulációs célzattal. Úgyhogy ez nem győz meg engem arról, hogy ő miben hitt, vagy miben nem hitt. Nem hihetett. Ha észnél volt, nem hihetett. Vagy elvesztette már az eszét és az ítélő képességét. Nem hihetett. Mindazokon, amiken átment. 400 esztendőn keresztül minden igazságos küzdelmünk elbukott, a veszett harcok után pedig a nép hősei kerültek számüzetésbe és esztőhelyre. Ma megfordult a történelem szekere, a népítél, és nem a szabadság hősei, hanem a nép, a szabadság árulói állnak a törvény előtt. Történelmünk bukott szabadságharcainak, gyalázatosan kivégzett vértanúinak hozunk elégtételt, midőn szétzúzzuk a nép árulóinak vipera fejét. A 400 éves szabadságküzdelem vértanúinak emlékére fogadjuk, hogy továbbra is kérlelhetetlenül lesújtunk minden hitvány árulóra. Kinek a beszéde ez? Rákosi vagy? Nem, ezt Sólyom László mondja a Honvédség házában. Így törtesse a gerincüket a legbátrabb, a legtisztességesebb kommunistáknak ez a gyűlöletes rendszer. Így törtesse a gerincüket. Révai Kálmán, a jó barát, vezényelte a kiképzőt, Porfi György megírta maga újságcikkét, három hasábos cikket. Nem kell félni a régi tiszteknek, akiknek a lelkiismeretük jó. Ezt most hallom, a Sólyom Lászlónak ezt a beszédét. Nem lehet ítéletet mondani fölöttük. Csak a rendszernek a szégyene, hogy így törte meg a gerincét. A legbátrabb, a legtisztességesebb embereknek is.